Folytatjuk a délelőttöt, mégpedig ferences témával jelentkezünk. Mondani szoktam, hogy itt azért nem csak a szerkesztői munka játszik közre a délelőttben, hanem bizony föntről is kapunk segítséget, hogy így alakul, hogy ferences témával indítottunk, és most ezzel folytatjuk a műsort, mert hogy 15 éves a belvárosi ferences kántorátus, és jubileumi hangversenyre is készülnek. Vendégem a stúdióban Kecskis Mónika, Régensz Kóri. Szervusz Mónika, jó reggelt. Szervusz, kívánok! Jó reggelt. Menjünk vissza akkor egészen 15 évvel ezelőttre, hogy hogyan alakult meg a ferences kántorátus, hogyan jött életre ez a kórus? Hát nem mondanék igazat, hogyha azt mondanám, hogy ennek ott nem voltak előzményei, hiszen a 90-es években már énekelték ott a népzsolozsmát, tehát egészen biztosan lehet tudni, hogy ennek voltak ott liturgikus előzményei. Pap Ágnes zenetudós kolléganőm erről biztosan sokkal többet tudna mesélni, mint én, és a ferences templom egyébként is híres volt már akkor is Bucsi atyának az idejéből, a nagyon-nagyon gazdag egyházzenei életéről. Mi 2002-ben alakultunk, tehát 15 évvel ezelőtt advent első vasárnapján énekeltünk először. Hogyan lett ebből szolgálat, vagy hogyan bővültek a feladatok? Mert most már nagyon sokrétű az a feladat, amit ti ellátotok. Ez így van, ez egy liturgikus énekes feladat, tehát ez abszolút megkülönbözteti a hagyományos egyházi kórusoktól. Konkrét oka az volt, hogy Balsi atyának az adventi, illetve nagybőjti miséjéhez kapcsolódóan énekeltünk, illetve hát arra gondoltunk, hogy ez most miért ne folytatódhatna az egész éven keresztül, úgyhogy egy nagyon lelkes és nagyon odaadó társaság jött így össze a vasárnap este félhetes, illetve a vasárnapi 11 órai misékhez és a nagy ünnepekhez kapcsolódóan. Tehát, hogyha valamilyen nagyobb közösségi ünnepre került sor, még egészen 2006-ig ez a ferences rendtartományt és az akkori Mariana rendtartományt is érintette, akkor mi énekeltünk, illetve hát a mai napig a nagy egyházi ünnepeken, a fesztumokon mi látjuk el a liturgia zenei szolgálatát. Én adás előtt rákérdeztem, hogy mit is jelent az a szó, hogy kántorátus, de akkor most ezt megteszem élőadásban is, hogy ezt megmagyaráznád nekünk? Az ember a kántor szóról, ugye, hát valami falusi kántor juthatna talán eszébe mindenkinek, de alapvetően ez a szó az énekes szolgálatra utal, a liturgia énekes szolgálata. Mi magunkat valahol az asszisztencia és a hívő sereg közé helyezzük, ez de facto is így van, hiszen a kántorátus, legyen ez akár egy szkóla, amelynek a repertoárján inkább a gregorián tételek szerepelnek, vagy pedig egy énekegyüttes, amely reneszánsz művek mellett Nagy Gregoriánt énekel. Ennek a helye nem a szentélyben van, hanem a hívő közösség és a szentély előtt. Tehát ez amikor egy ilyen láttalak és állapot. Hallottalak benneteket, akkor ott bal elől álltatok, és ott, így ott van. Énekeltetek. Így van. Hogyan bővült mondjuk a tagoknak a létszáma, vagy kikből áll most ez a kántorátus? Két csoportja van, mindig is két csoportja volt. Az egyik a szkóla. A szkóla szó maga is iskolát jelent. Ez a jellege kettős. Egyrészt az ember nagyon jól részt tud venni a liturgiába, de meg is tanulhatja a menetét. Tehát egy liturgikus iskola, és egy zenei iskola is. Tehát ide a hívők közül is várjuk azokat, akik akár egy ötödikes, hatodikus erős kottaolvasási szinten rendelkeznek, itt abszolút csak a liturgiát kívánjuk szolgálni ezzel a csapattal, de a tagjai zenetudósok és karvezető hallgatók is, tehát nagyon-nagyon kevert szinte a hívő közösségünknek a keresztmetszete. Mindig elég nagy a fluktuáció
azt kell mondjam, hogy sajnos, de hát ez természetes, hiszen a Pesti Ferences templom nem plébánia templom, hanem a templom igazgatóság, ahol ez egy természetes jelenség, és a Grecsó ének együttes ez a másik része a kántorátusnak, ahol kizárólag profik énekelnek, egy elég kemény anyagot szoktunk. És akkor ők szolgálnak az ünnepi szentmiséken mondjuk? Vagy a... Válogatva igen, illetve minden hónapban van egy olyan általában harmadik szombati misénk, amikor reneszánsz misetételek, ordinárium és proptrium tételek mellett Nagy Gregoriánt éneklünk, tehát szolgálatszerűen ez a Grecsónak a kötelessége vagy feladata. Ugye a beszélgetésünknek az a címe, hogy jubileumi hangverseny, ami most szombaton lesz este 7:30-kor a belvárosi, vagy hát pesti ferences templomban. Itt kik lépnek fel? Itt a kórus, vagy mondjuk akkor korábbi tagokat is elhívtatok? A 15 éves jubileum alkalmából minden volt tagunk kapott meghívót, ők is énekelnek, illetve nagy részük vissza jön és énekel velünk, van, akit pedig a hallgatóság soraiban látunk majd vissza. Mi lesz a műsoron? Hogyan állítottátok össze ezt? Ez egy kis blokk, amelyet a szkólában éneklünk. Ezek azok a karácsonyi, illetve adventi kompozíciók, amelyek kis motetták. Tehát vagy a Eperjesi graduából válogattunk könnyen tanulható, de nagyon-nagyon szinte slágeri vált karácsonyi motettákat, illetve a középkori anyagból válogattam még ide adventi anyagot. Az ének együttes nagyon izmos műsorral járó hozzá ehhez az estéhez. Jan Peterson Svelingnek van egy sorozata, Canciones Sacre, amelynek 5 motettáját fogjuk előadni, ami hát nagyon ritkán is hallható itt Magyarországon, mégpedig azért, mert nagyon nehéz énekelni. Gyönyörű, csodálatos, de nagyon nehéz énekelni. Akkor nagyon szép lesz a műsor is, meg hát gondolom megható lesz az, hogy a 15 év korábbi tagjait is mondjuk együtt énekeltek, utána pedig egy beszélgetésre, egy teázásra is egybe gyűltök majd. Így van, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a templom Grecsó hittantermében egy kis teázásra, beszélgetésre. Hogyha már a hangversenyről beszéltünk, akkor muszáj megemlíteni, hogy adventi zenés áhítatot is tartatok. Most kicsit visszamenőleg elkezdjük ezt, mert nagyon érdekes, hogy például vasárnap egészen Grúziából érkezett hozzátok egy férfi kar. Igen, ez Gráf Zsuzsa volt tanárnőmnek köszönhető. Az Angelika lánykarnak a vezetője, és egy férfi karra kiegészülve léptek föl a Zeneakadémián, ezt megelőző nap pénteken, és ő ajánlotta be ezt a grúz férfi kart hozzánk, mivel katolikus a férfi kar énekeseinek a többsége, de szerettek volna adni egy templomi koncertet is, és én nagyon örültem ennek az alkalomnak. De hát milyen művek hangzottak el, vagy mit hoztak ők magukkal? Népénekek, népdalok és tradicionális egyházi énekek. Nagyon érdekes volt. Volt a közelmúltban nálunk egy kopt kórus, ez a rendtartománynak a szervezésében történt még az ősszel, és nagyon hasonló zenei világot jelenítettek meg nekünk. Hogyha megyünk tovább az időben, akkor még előttünk is áll legalább 4 koncert ugye a hangverseny mellett. 15-én pénteken például a Liszt kórus lép fel nálatok. Igen, ők a templomnak a tradicionális nagykórusa, Pattantyus Ábrahám Károly a vezetőjük, és 15-én Saint-Saëns karácsonyi oratóriumát fogják előadni. Aztán 23-án, már karácsonyhoz tényleg nagyon közel, adventnek a végén pedig egy családi hangversenyt hallhatunk. Igen, azt hiszem, hogy ez lesz a kedvencem. Most igen, a Benyus családi zenekar és énekkar fog egy kis karácsonyi hangversenyt adni nálunk. Jól tudom, ott 36
unoka is valamilyen szinten meg fog jelenni. Mindannyian profi zenészek és CD-ik is majd elérhetők lesznek, ami egy jó karácsony ajándék esetleg. Aztán karácsony előtt egy nappal, vagyis december 24-én szenteste is lesz betlehemes, lesz orgona koncert is a templomban. Igen, hát ez a 24-i hagyományos két programunk. 15 órakor, tehát 24-én 15 órakor a Szent Ferenc teremben, amelyet fűtünk, nem egészen véletlenül, hiszen ide kicsiket is lehet hozni, egy betlehemes műsort fognak hallani a Kecskés Együttes előadásában, amelynek valóban része az egyik legrövidebb betlehemesünk, a pásztói betlehemes. Nagyon változatos a műsor, meg fogják énekeltetni a közönséget, ezt abszolút tapasztaltam, tapasztalat alapján ígérhetem, és éppen azért változatos, hogy a kisebbek is tudjanak figyelni, élvezzék. Este pedig orgona hangverseny fogja megelőzni az éjféli misét. Itt a karácsonyi program nincs nálam feltüntetve, de gondolom 25-én és 26-án is folytatódik a szolgálatotok. Így van. Nagyon szépen köszönöm, Mónika, hogy itt voltál velünk. További áldásos szolgálatot, és egy nagyon szép hangversenyt kívánunk nektek szombatra. Köszönöm. Köszönjük szépen.